Szinte teljesen egyszerre megy már a koreográfia, egyre ügyesebbek a ritmikus gimnasztikás lányok. Nem csoda, hiszen az ETO-RG Győr szervezésében nyári edzőtáborokon csiszolhatják tovább tudásukat a fiatalok. Több mint 120-an jelentkeztek a 7 héten át tartó programra, az óvodásoktól egészen a felső tagozatosokig. Az egész júliust és augusztus első két hetét magában foglaló tábor igazán változatos kínálattal várja a hétköznapokon a sportolni vágyó kis hölgyeket. Reggel bejövünk, kimegyünk a focipályára, ott mindig vannak ilyen erősítő jellegű feladatok, futás, futóiskola, egy kis erőnléti edzés, utána pedig délelőttönként tréning szokott lenni, balett, tánc, és ismerkedünk a kéziszerekkel, karika, labda, buzogány, szalag, mindenkinek ugye ez az életkorához függően, hogy milyen szert adunk a kezébe. Kötéllel is dolgozunk, amit most kivettek a szabályzatból, de nagyon jól fejleszti a gyerekeknek az állóképességét, illetve koreográfiákat tanulunk, készülnek a koreográfiák a következő versenyszezonra, és ilyenkor mindig jut idő olyanokra, amire évközben kevésbé, úgyhogy ez egy kicsit szabadabb, lazább, mint a versenyfelkészülés. A vezetőedző szerint nagyon jó társaság jött össze, és egyre jobban megy a ritmikus gimnasztika a fiataloknak. Külön öröm Kovács Ágnes számára, ahogyan az idősebbek segítik a kicsiket, és ahogy az új táborozókat fogadják a többiek. Nagyon jó a társaság, egyébként tényleg minden héten nagyon jó kis csapat jön össze. Én nagyon büszke vagyok arra, hogy a nagylányok nagyon segítik a kicsiket, akár az ebédnél, akár a beilleszkedésnél. Szerintem nagyon jó a közösség, és nagyon jó a csapat ránk, ez alapból is jellemző, és nagyon örülök neki, hogy az új kislányok nagy örömmel fogadják a többiek. Szilágyi Réka az ETO-RG versenyzője, aki az elmúlt szezonban rendkívül jól szerepelt a különböző versenyeken. Most az új szert, a buzogányt gyakorolja legfőképp, ráadásul 4 héten keresztül az ETO parkban ügyesedik. Ebben az évben voltak egy kicsit jobb eredményeim, mint a tavalyi évben. A vidékbajnokságon második lettem, az országosan pedig 5. helyen végeztem. Komoly céljaid vannak ezzel a sportággal akkor, hiszen úgy hallottam, hogy 4 hétig itt táborozol. Miért jöttél ide ezen a nyáron, és miért töltöd itt a nyarat? Hát idén kapok egy új szert, a buzogányt, és ebbe sokat szeretnék fejlődni a jövő évre. Milyen a tábor? Mesélj egy kicsit az élményeidről, hogy érzed magad? Hát egyrészt nagyon jó a közösség, és sokat fejlődünk. Melyik a kedvenc programelem? Van-e valami olyan, ami igazán közel áll a szívedhez? Hát nagyon szeretek gyakorolni az új gyakorlataimat, és szeretem csinálni az elemeket. Külföldről is érkeztek a sport iránt érdeklődők az edzőtáborba. Lihi Emma egyenesen Írországból jött Győrbe vakációzni, ha pedig már itt van, örömmel csatlakozik a gimnasztikás csapathoz. Mert a unokatestvérem nagyon szeret gimnasztikázni, és én is nagyon szeretek gimnasztikázni, azért ki akartam próbálni. És ha jól tudom, te nem Magyarországról jöttél? Nem, Írországból jöttem. És hogy érzed magad? Mesélj egy kicsit, milyen a tábor? Jó a tábor, szeretem a hula-hoop karikázni, meg labdázni, az nagyon jó munka. Szeretnél ezzel majd komolyabban is foglalkozni később? Majd meglátjuk. A népszerű edzőtáborba még lehet jelentkezni, az augusztusi turnusokra még vannak szabad helyek. Akinek felkeltette az érdeklődését a program, az az ETO-RG Győr Facebook oldalán tud jelentkezni.